Testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de cselekedetei nincsenek? Vajon üdvözítheti-e őt egyedül a hit? Ha egy férfi vagy nőtestvérünknek nincs ruhája, és nincs meg a mindennapi kenyere, valaki pedig ezt mondja neki közületek: menjetek el békességgel, melegedjetek meg, és lakjatok jól, de nem adjátok meg nekik, amire a testnek szüksége van. Mit használ? Ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában. Urunk, szentelj meg minket igazságoddal, a Te ígéd igazság. Köszöntöm a testvéreket, a születésnapjukat ünneplőket, a szeptemberbe születetteket. Köszönöm az így jutó pedagógusait és diákjait, és köszöntöm Gazsó Alexandra szeretett szüleit, nagyszüleit és keresztszüleit. A YouTube-on láttam egy felvételt, pár évvel ezelőtt találtam ezt meg, és akkor nem gondoltam még, hogy valaha egy keresztelői istentiszteletnek lesz ez a váza. A gyermekeinknek veszélyes a víz, és mind azoknak, akik valaha itt kereszteltek, tudjátok meg, hogy veszélyes a keresztvíz. Veszélyes. Veszélyes, hogyha, majd fogjuk hallani, hogy ilyen külsőségnek használjuk, bele lehet fulladni. Bele lehet fulladni a vallásosságba. Megdöbbentő dolog, ha belegondolunk, hogy mit jelent a keresztség. Azt, hogy általa Isten életet és örök életet ad. A víz arra is emlékeztet, hogy az ember a bűneitől csak a halál révén szabadulhat meg. De nézzük csak, mi történik ezzel a gyermekkel. Kezében van a kis labdácska, beledobja a vízbe, és utána beugrik, hogy kihozza a labdát. Igen, szeretett testvéreim, tanítón vagyunk, a gyermekeinket sok minden fogja csábítani, és én nagyon köszönöm, hogy itt Pista bácsi elmondta azt nekünk, Berki István, hogy szülők, vigyázzatok, hogy mit néznek a gyermekek. Tudom, hogy a legtöbb valamire való szülő odafigyel, és nem engedi, hogy a gyermeke akármit mit nézegessen. Az ember könnyen a vízbe hullhat, mert nem kap levegőt, és belefulladhat. Ha egy gyermeket csak megkeresztelnek, de nem gondoskodnak a lelkéről, megfullad a lelke. Szeretett testvéreim, Jakab azt mondja, hogy a hit, ha nincsenek cselekedetei, meghal önmagában. Most mondjuk így, a keresztség nem ér semmit, ha a szülők és a keresztszülők nem tartják meg a fogadalmukat. Megkérdezzük majd itt szülőktől, kedves szülők, készüljetek föl, és keresztszülők, bár ők, Teodóra, akit nagyon sok szeretettel köszöntünk így is, mint akik itt sokat szolgáltatok Noémival együtt a gyülekezetünkben. Te lelkész vagy, de ezen a keresztelőn is elmondjuk, én magamnak is mondom ezt, hogy vállaljátok-e, hogy gondoskodtok egy gyermek hívő keresztényi nevelkedéséről? Mit ér, ha megfogadják, de nem jönnek el vele az Úr Jézushoz a szülők vasárnapról vasárnapra? Nézzük a felvételt tovább. Ennek a gyermeknek a szülei valamiről gondoskodtak. Nem csak a vízzel ismertették meg, állítólag mi vízkompatibilisek vagyunk, hiszen az anyamében is vízben úszkálunk a kezdet kezdetén. A gyermek tehát oda megy a vízhez, a kezében labda, a labdát bedobja a vízbe, vagy beesik, nem tudjuk. Itt minden esetre ő beugrik a vízbe, de megdöbbentő dolog történik. Figyeljük csak meg, ez a gyermek elkezd kapálózni, az egyik ujját beveszi a szájába, és fölmerül a víz tetejére, és hanyat fekszik a vízre. Szeretett testvéreim, mit tanult meg ez a csöpség? Azt, hogy igyekezzen visszajutni a víz felszínére. De ezt meg kell tanítani. A te gyermeked, ha belekerül egy rossz társaságba, ő nem fogja keresni az alkalmat, nem tudja, merre kell menni. Ezt meg kell tanítanod. Egy gyereket, nehogy valaki most ezt megcsinálja otthon, vagy a legközelebb az uszodába, hogy bedobja a gyerekét, mert ezt meg kell tanítani, de megtanítható. Ezért nyitottunk tanévet, ezért van évnyitó, ezért kell állandóan templomba járni, Isten igét olvasni. Ezek nem frázisok. Baj van, testvérek, baj van. Magyarországon megnyitottuk a tanéveket, és sok gyerekkel nem lehet bírni, sok osztállyal már nem lehet bírni. Nem bűnözők, vigyázat, mi vagyunk a bűnözők, akik nem gondoskodunk a gyermekeknek a tanításáról. Mert nem a gyermek felel azért, hogy beleesett a vízbe, hanem én felelek. Nem őt kell számon kérni, miért estél a vízbe, hanem én. És megtanítottam el, hogy a vízben hogy kell viselkedni. De a Bibliában a víz, a tenger az a bűnnek a szimbóluma. Hogy beleesel és belefulladsz. Innen a keresztségnek is a szimbóluma. De menjünk tovább.
Mit tanult tehát meg? Azt, hogy igyekezzen visszajutni a víz felszínére, azt, hogy addig ne vegyen levegőt, amíg ki nem dugja a fejét a vízből. Nem mindegy, hogy mit szív magába most a szószoros értelmében is, fizikailag is. Jön a cigaretta, jön a tábítószer csábítása. Iszonyatos maffia szervezi ezt az egészet. És meg kell tudnunk, hogy a gyermekeink minden évnyitóval egy újabb mélyvízbe ugranak. Sok szülő elmondta, hogy a gyerekem sose beszélt csúnyán, de mióta beírattuk az óvodába, hozza haza a ronda szavakat. Igen, mert a másik polgártársunk borzasztó trehányul nevele a gyereket, borzasztó csúnya szavakkal és borzasztó agresszívnek. Nem kell ennek így lenni a gyermek. Ez a gyermek nem egy különleges lény volt, de meg lehetett tanítani, hogy viszonyuljon a vízhez. És akkor nézzük tovább a felvételt még egyszer. Jön a gyermek, beesik a labda, és a mi gyermekeink is ki vannak téve az életveszélynek, ezért is áldottuk őket meg, hogy az Úr angyalai őrizzék őket. Természetesen, hogy ez már elkészített felvétel, a gyermek beugrik a vízre, a szülők már biztosra mentek, de megtanították őt, hogy kell mozogni a vízen, és nem olyan veszedelmes az, fölül lehet kerekedni. Hiába mondja a költő azt, hogy alul a víznek hárja, fölül a gája, a víz az Úr, nem kell, hogy uralkodjon fölöttem a víz, a gájának kell uralkodnia, nekem kell fölemelkedni az egyháznak. Kedves testvérek, nyíltan szólunk, sok gyermek belefulladt már a keresztvízbe, a vallásosságba, a konfirmációba, hogy hányan vannak, akik itt konfirmáltak, és sehol nincsenek. Miért? Mert ha a hitcsirának nem volt gyümölcse, a keresztség kezdetnek nem volt életfolytatása. Évnyitó keresztelő, van-e összefüggés? Igen, van összefüggés. Ér-e valamit a táska, a ceruza, a tolltartó? Mennyit költöttetek szülők mindenre? Van, aki háborog, és hogy micsoda mennyibe kerül. De mit ér az egész, ha gyermek nem megy iskolába, és nem végzi el a feladatokat, és nem tanul? A keresztség magában nem üdvözít. Az Úr Jézus üdvözít bennünket. Ha az ő üdvszerző halálát elfogadom, és benne bízom, akkor lesz folytatása a keresztelőnek. Lesz gyümölcse, lesz következménye a hitnek. Születésnaposok, jó alkalom hálát adni azért, hogy most itt lehettek sokan, a keresztség gyümölcseként, a szülői gondolkodás segítségével, akiket megkereszteltek, akiket áldottak, de végül is az Úr Jézus szeretetének a vonzásába jöttünk itt össze. Milyen nagy öröm ezeken a családi ünnepeken megölelnünk egymást, végig gondolni az eddigi életünket. Nem fogadkozni kell, hanem gyümölcsöt termni. A fa nem tudja visszatartani a gyümölcstermést. Tegnap egy édesapának vihettem úrvacsorát születésnapján. 77 éves volt tegnap. Nem jutott el a keresztelőtől, figyeljetek, nem jutott el a keresztelőtől a konfirmációig, ott mondta nekem sírva. Nem jutottam, nem mentem már konfirmációra, pedig a Schréter Feri bácsinak a budavári gyülekezetébe jártam. És ez a fia megtért, és elvitt az édesapjához, és most vett először 77 évesen úrvacsorát. Istennek a kegyelme fantasztikus, megható. Nézzük meg, milyen örömmel veszi ölébe az édesap ezt a gyermeket. Példázza az a következetes gyermeknevelést, azt az örömöt, ami vár a családra, ha hitben megszületnek a gyermekeink, és újonnan születünk. És nézzük meg azt a csodálatos örömöt, hogy a mennyi atya is vár minket. Ide jön hozzád az Isten, ő azt többit megteszi, csak mondjál igent neki. Tessék, itt van né. Hát így fog mosolyogni az Úr Jézus is, amikor az élet nagy hajózása után, az élet nagy vize után kezébe vesz bennünket. Amen.